Parancsnok, fogunk valamit? Sos egy pályára állt és vár. 20 másodperc a képi kapcsolatig. Megvan az összeköttetés a videó kapcsolathoz. 15 másodperc a kapcsolatig. Sas egyes még mindig vár. Sas egyes most tér le a pályáról. A hosszú hatótávú kamerákat. Életfunkciók rendben. Alfa a Sas egynek vétel. Alfa a Sas egynek vétel. Ne hagyja abba, Paul. Sas egyes veszi az adást? Mi lesz már Sas egy? Parancsnok, jönnek az előzetes eredmények a fedélzeti kompjútertől. Rendben. Tárgy bolygó. Ajánlott kódnév Terra Nova. Terra Nova. Vagyis Újföld. Pontosan ezt keressük, igaz? Az emberi élethez szükséges források kimeríthetetlenek. Jól hangzik. Sas egy az Alfa Hold bázisnak. Uram, nem fogja elhinni, azt hiszem sikerült. Parancsnok, folyókat látok meg fákat, tavakat, hegyeket és völgyeket. Pont olyan, mint a Föld. Van nyoma intelligens élőlénynek? Ez a legszebb az egészben. A bolygó üresnek tűnik, mintha csak ránk várt volna. Sas egyes, itt az Alfa. Veszi az adást? Hallja, mit mondok? Sas egyes, jelentkezzen! Megszűnt a kapcsolat, parancsnok. Életfunkciók? Nem észlelek semmit. Sas egyes, itt a bázis. Vétel. Veszi az adást, Sas egyes. Sas egyes, vétel. Parancsnok, a műszerek szerint a Sas egyes sértetlen és felénk tart. Az ő Sas rendszere sértetlen. Az életfunkciók rendben. Kényszerleszállást hajt végre. A sárga kód van érvényben. Martin Landau, Mihály Győző. Barbara Bain, Borbás Gabi. Alfa Hold bázis. Élet vagy halál. A Sas egyes mindjárt érkezik. Röppája? Normális. A számítógép vezérli. Vörös kód van érvényben. Életben van. John! Azt hittem, ez csak egy kétszemélyes csapat volt. Az volt.
Ki ez? A férjem. Egész biztos benne, hogy ő az? Igen. De hát ez képtelenség. Tudom, tényleg képtelenség, de John, csak ismerem a saját férjemet. Hiszen 5 éve halott. Igen, az pontosabban állítólag halott. Azonnal szóljon, ha valami változás áll be az állapotában. Igen, uram. Nem az Astrohéten volt küldetésem? De, az Astrohéten. A küldetés megbukott. Tessék? Nem tudtak szabadulni a Jupiter pályájáról. Valahogy úgy megszakadt velük a kapcsolat. Ahogy én emlékszem, a sugárzástól a hajójuk elégett. Azt tudom, hogy a Jupiter közelében megszakadt velük a kapcsolat. Helena, több milliárd kilométerre vagyunk a Jupitertől. John, ha több milliárd kilométerre vagyunk is a Jupitertől, Lee akkor is itt van. Hiszen itt van. Sok minden történt, mióta kikerültünk a saját naprendszerünkből. Megmagyarázhatatlan dolgok. Most mégis keressünk racionális magyarázatot arra, hogy mit keres itt a férje. Igen? Valami furcsa dolog történik. Be tudna nézni a gyengélkedőbe, kérem? Hogyne. Ellenőrizte a műszer? Igen. Tökéletesen működik, ennek ellenére sem észleli az életjeleit. Hogy van? Rendben van. Akkor a műszerek miért nem jelzik? Nem tudom. Járjunk utána. Kano, milyen adatunk van Russellről? A gép ellenőrizte. Valóban ő az uram. Egy pillanat, John. Ne felejtsük el, hogy mindent, amit Russellről tudunk, a felesége aktájából ismerjük. És ez túl szűk forrás. Az adatok elemzése alapján ez éppen nekünk való bolygó, uram. Parancsnok, a 2 pilóta balesete miatt késésben vagyunk a 2. fázissal. Paul, mennyi időnk van még erre? 24 óránk, uram. És a 3-asra? Az Alpha Hold bázis teljes evakuációja 2 napig tart. Kano, ha megfelezzük a 2. fázist, nyerünk vele valamit? Meg lehet csinálni, uram. De csak éppen hogy. Ha a 2. fázist elhalasztjuk 10 órával, elég időnk lesz, hogy megvizsgáljuk Russellt. Az emberek nem értik, hogy miért nem most kezdjük meg a 2. fázist. Kapitány, nem ugorhatunk bele akármibe. Nem fogom még egy pilóta életét veszélybe sodorni, amíg nem tudom, mi történt pontosan. Uram, ez nem lehet Russell! Ez képtelenség! Megismétlem. Amíg nem tudjuk, mi folyik itt, nem megyünk a bolygóra. Lee? Lee, hallasz engem? Yeah.
vagyok az, Lee. Mi ez a hely? Az Alfa holdbázison vagy, egy kórteremben. Helena, én hozzád jöttem azért. Jöttem azért, mert... Azért, mert... Mi a véleményed erről? Fogalmam sincs. De van egy ötletem. Na, mondd. A mi műszereink az ember biológiai ingereit úgy mutatják, amilyennek mi ismerjük azokat. De mivel Russell 5 évig volt ezen a bolygón, egészen más környezetben, lehet, hogy a szervezete alkalmazkodott ehhez, talán át is alakult. Ezért a mi műszereink nála már nem alkalmasak a mérésre. Viktor, ez mind szép és jó, csak nem ad választ a kérdéseimre. Hogy került fel az űrsasra? Volt-e hatása a pilótáinkra? Segíthet-e nekünk? És mit tudhat erről a bolygóról? Azt akarja, hogy metrazinnal lendítsem ki ebből? Beszélnem kell vele. John, vannak bizonyos dolgok, amiket most még nem értünk. Nem várhatnánk? Várni? Csak egy kicsit legalább. 3 nap múlva elsodródunk ettől a bolygótól. Minden órával kevesebb az esélyünk, hogy megfelelő otthont találjunk. 300 életről van szó. Nincs jogunk megtagadni tőlük az esélyt. Hát legyen. Ez a maximum, uram. Többet nem adhatok be neki. Königparancsnok vagyok. Beszélnem kell önnel. Helena. Minden rendben, Lee. Semmi baj, drágám. Königparancsnok a barátunk, csak feltesz pár kérdést. Beszélnem kell Helenával. Ez mindannyiunknak fontos. Tudnunk kell, hogy került a bolygóra. Bolygóra. Mi van ott? Gondolkozzon. Próbáljon emlékezni. Helena hívott ide. Az a bolygó biztonságos? Csak Helena. Csak Helenának. Ez nem vált be. Helena, próbálja meg. Sajnálom, John. Pihennie kell. Rendben, maradjon vele. Lee. Mi ez a hely? Mesélj róla, Helena. Mit meséljek? Hol van ez a hely? Hol van ez a hely? Az Alfa holdbázison vagyunk, Lee. Baleset történt, és a hold letért a föld körüli pályáról. És mit akarsz? Talán megtaláltuk, amit szeretnénk. Egy új világot. Egy helyet, ahol élhetünk. A te bolygód az. Gyarmatosítjuk, és együtt fogunk élni rajta. Kánó, mennyi időnk van még a 2. fázisra? Nincs változás, uram.
Hamarosan eljön a nagy alkalom. 2 óra múlva el kell kezdenünk a 3. fázist. Én pedig azt hittem, hogy rohannunk valóban kell. Bizonyára tévedett. Sandra, van még valami rossz hír? Semmi, uram. Majdnem túl szép, hogy igaz legyen. Hát ez remek. Ó, parancsnok úr, ugye leszállunk a bolygóra? Ugyan mi tartana vissza? Parancsnok, átjönne Russell doktornő kabinjába? Már is. Mi történt? A gyengélkedőben volt a földön. Jól van. Kutya bajom. Megvizsgáltam. Nem esett baja. Köszönöm, doktor. Nyilván elájultam. Helena. Maga nem szokott csak úgy elájulni. Mi baja van? Nem tudom. Lee-vel beszélgettem, és... Hogyan? Hát beszélt? Igen, egy kicsit. És mit mondott? Nem túl sokat, de mielőtt elájultam... A bolygóról beszélt? Nem emlékszem. Nem, John, biztos nem beszélt. Arra emlékeznék. Helena, biztos ön benne? Egészen biztos, hogy ő a férje? Igen, biztos vagyok benne. De hát ez képtelenség, ez... Hogy érzi magát? Kicsit fáradt vagyok, ez minden. John, ugye leszállunk a bolygóra? Ha megbizonyosodunk, hogy biztonságos. Készítettem pár termografikus képet Lee Russellről. Rendesen ezeket Helenának küldöm tovább értékelésre, de Matthias aggódott, hogy csalódott lesz miatta. Egy perc is megértett, hogy miért. Mint tudod, ez az emberi test hőtérképe. Itt is van. Íme Lee Russell. Ennek alapján teljesen normálisnak tűnik, minél pirosabb, annál melegebb az adott rész, például az agy, a létfontosságú szervek. A sárga pedig a hidegebb részeket jelzi. Épp olyan, ami ennek lennie kell. Ja, és a késze itt a képen Helenáé. És most nézd meg ezt. Én ezt nem értem. Ez az ember nem is él. Pontosan. Nincs benne semmi, nincs is testhője. Sehol egy piros folt, csak sárga. És mégis, amikor a felvételt készítettük, lélegzett. Vert a szíve. És most nézd meg ezt. Tessék, ez is rendben van. Most akkor Lee Russell élő vagy halott? Nem tudom. Ha ezt a képet nézem, élő. Ha meg azt, akkor halott. Választhatsz. Persze, ahogy mondtam, lehet ez annak a tünete, ahogy alkalmazkodott az itteni élethez ezen a bolygón. Nem értek egyet, Viktor. Csak 5 éve van ezen a hajón. Az embernek évmilliárdok kellenek az ilyen átalakulásokhoz. Igen, mindig így gondoltuk. A Földön. De nagyon messze vagyunk az otthonunktól. Úgyhogy el kellene kezdenünk másképp gondolkodni, ha boldogulni akarunk az űrben. Hol volt Helen, amikor a 2. felvétel készült? Nyilván akkor nem volt jelen. Viszont jelen volt az 1. és az 2. képnél. Ezek rendben vannak. De amikor nincs mellette, ez történik. Így van. Nagyon különös, igaz? Akárhonnan is veszi az életerejét, az biztos, hogy egy külső forrásból. És ez Helena. Helena. Thank you.
Mr. Russell, kérem, az ágyban volna a helye. Én akarom Helenát. Még nincs elég jól. Helenát akarom. Hogyne, csak egy pillanat. Most! Riadó a gyengélkedő. Lee Russell! Állítsák meg! Lee, nincs semmi baj. Ideje beszélnünk. Vigyék az irodámba. Lee, próbálj meg segíteni. Segíts, hogy megértsük. Helena, maradjon távol tőle. Miért? Ez parancs. Tudom, hogy miért hozott ide. Remek. Akkor segít nekünk? Azért vagyok itt, hogy segítsek. Hol van Helena? Talán úgy a legjobb, ha nem látja őt. Mit keres az Alfán? Ide kellett jönnöm. És honnan jött Mr. Russell? A bolygóról. És hogy került oda? Annak nincs jelentőség. Hogyan? Parancsnok, nem tudom, hogy kerültem oda. Azt sem milyen régóta vagyok ott. És hogy került az űrhajunkra? Könyörgök, ez időpocsékolás. Akkor segítsen, Mr. Russell. Mondja el, amit tud. Én tudom, hogy veszélyben vannak. Mindannyian. Miért? Élnek valakik a bolygón? Nem. Igen. De nem úgy, ahogy maguk gondolják. Közel sem. Nem szabad a bolygó közelébe menniük. Mr. Russell, itt rekedtünk az Alfán. A végtelenségig nem élhetünk itt. De a bolygóra sem mehetnek. Ezt talán majd mi döntjük el. Olyan erővel áll szemben, amihez fel sem érhet. Elpusztítja magukat. Ez az erő olyan veszélyes? Ez a maga ellentétje. Megsemmisíti. Számításaink szerint a bolygó tökéletesen alkalmas az emberi életre. Ugye? Maga nem hisz nekem. Mégis mit gondoljak? Megjelenik itt, azt sem tudjuk hogyan. Úgy néz ki, mint egy ember, de ugye nem az. Maguk mégis leszállnak a bolygóra. Akármit mondjak is. Ugye így van? Matthias! Meghalt.
Viktor, kifutunk az időből. Legalább azt találjam meg, miért halt meg. König parancsnok. Szükségünk van a repülési koordinátákra a kettes fázishoz. Még nem adhatom át, maradjanak készenlétben. Borotva élen táncolunk, uram. A döntést bízza rám, én vagyok a parancsnok. Igen, uram. Viktor, most már mennünk kell. Minél többet meg kell tudnunk Russellről, akár él, akár nem. A siker érdekében várnunk kell. Matthias mindjárt elvégzi a boncolást. Rendben van, de én nem várom meg az eredményt. Azonnal beindítom a második fázist. Jó, csak egy órát adj nekem. Mire? Hogy megvizsgáljam Russell bőrét. Hát jó, legyen. John, Helenának elmondtad? Igen, tudja. Helena. Jöjjön be. Helena, én... Ahogy azt már másoknak is mondtam, John, senkit nem okolok a történtekért. Az, hogy kihallgattam, talán közrejátszott a halálában. Lehet, John. Ezt nem tudhatjuk. A boncolás talán eligazít majd. Mint orvos természetesen érdekel, mint Lee felesége, inkább elfelejteném. Mikor először elveszítettem, azt hittem, nem élem túl. Most, hogy megint megtörtént, olyan tompa vagyok. Talán mert igazából nem is kaptam vissza. De azért jól vagyok. A SAS-2-es felderítő osztag jelenti, hogy készen áll. Mindent ellenőriztek és bepakoltak. A csillagállásokat beprogramoztuk a fedélzeti gépbe. Kánó? Igen, uram. Kidolgozta már az új repülési tervet? Ha fél órán belül elindulunk, sikerülhet. Igaz, a bolygón szinte semmi időt nem tölthetünk. Rendben, köszönöm. Bizonyos időre szükségünk van a ketteshez, uram. John. Viktor, én már döntöttem. Most Lee Russellről van szó. Lee Russell halott. Megvizsgáltam a bőrét. Akármi volt is, akárhonnan jött is, ez most minket nem érdekel. Már nem befolyásolhat minket. Nem ért egyet, Helena? Ebben egyet kell, hogy értsek önnel, de hallgassa meg. De mindenképpen le kell szállnunk a bolygóra. John, figyelj rám, kérlek. Betápláltam Russell bőrének adatait a részecske elemzőbe. Nos, a bőrszövet szerkezete normális volt, amíg élt. De amióta halott, a bőre atomi szerkezete arra utal, hogy a teste átalakul. A testében megfordult a polaritás. És még nem ért véget. Minden részecske mellett megjelenik egy antirészecske. Megfordult polaritás? Amiről beszélsz, merő spekuláció. Ez nem spekuláció. Ez az első szakasz az antianyag keletkezésében. És amikor ez a folyamat befejeződik, az maga a megsemmisülés. Ez csak elmélet. Igen, csak egy elmélet egyelőre, de ha beigazolódik, akkor... Sajnálom, Viktor, ez nekem kevés. Neked kell döntened. Igen, nekem. Ellen. Parancsnok. A kettes fázist negyed óra múlva megkezdjük. Értettem, uram. Paul. Teljes gőzzel beindítjuk az Exodus műveletet. Ha úgy adódik, pillanatok alatt mindenkit a bolygón akarok tudni. Készen leszünk. Leszállunk a Terra Novára. Nem tudhatjuk, mit találunk ott. Rengeteg dolgot nem értünk a bolygóval kapcsolatban. Legjobb esetben ez vállalható kockázat. Egyben lehetőség is. Lehetőség, hogy élőhelyet találjunk, ahol családot alapíthatunk, és újrakezdhetjük. Ami a leszállást illeti, sokan alkalmasak rá. Így nekem kell választani. Carter kapitány, kell egy pilóta. Paul Moreau.
Az elemzőnk Sandra Bench. Russell doktornő velünk jön? Igen. Az én irányításom alatt szállunk a bolygóra. A hármas gyülekezőpontnál találkozunk, holdidő szerint 13:25-kor. Köszönöm. Viktor? Viktor, azt szeretném, ha te itt maradnál. Ha a dolgok nem alakulnának jól odalent, azt akarom, hogy vedd át az irányítást. Rendben, John. Sok szerencsét. A teljes ellenőrzést elvégeztük. A visszaszámlálás indul. 20 másodperc a felszállásig. John, nagyon komoly ügyről van szó. 18 másodperc. Russell boncolásáról. Miért? Mi történt? 16 másodperc. A teste eltűnt. Eltűnt? John, fújd le az akciót. Mégis miért? Russell miatt. 7 másodperc. Emlékezz, antianyag. A kockázat hatalmas. 5 másodperc. Mit tegyünk, uram? John, kérlek. Gondold át! Sajnálom, Viktor. Ezt a kockázatot vállalnunk kell. Rendben, emeljük fel! Eddig jól néz ki, doktornő. De még mennyire jól, a gép szerint is. A légkörben 22% az oxigén, 71% a nitrogén, a hőmérséklet 23 Celsius fok, a gravitáció a földihez hasonló. Legyenek óvatosak, ne közeledjenek egyetlen állathoz sem, akármilyen védtelennek tűnik is. Ne egyenek semmilyen növényt, míg el nem végeztük a vizsgálatokat. Paul, Sandrával maguki ez a hegyes vidék, itt jobbra. Helenával milyen a baloldali erdős terület. Carter? Igen, uram. Maga itt marad a hajón. Semmi esetre sem hagyhatja el. Mindenkivel itt találkozunk 18:00-kor. Ha bármilyen okból nem vagyunk itt, akkor bajba kerültünk. Értem. Amíg viseli a lokátorsugarat, megtaláljuk. Hát akkor indulás. Zöldel virágzik. Parancsnok úr, sok sikert. Köszönöm, Carter. Parancsnok. Ez víz? Derítsük ki.
Semmi szennyeződés. A minta tisztának tűnik, John. Így áll az egészségemre. Velem tart. Megtisztel vele. Friss, tiszta víz. Ehető! Egyelőre ennyit a cirkuszból. 10 perc múlva jelentkezünk. Rendben van, John. Régóta nem tetszett ennyire felvétel, mint ez. Harmadik fázis előkészítve. Paul, hogy vannak? Jól, uram. Egyelőre nem fenyeget veszély. Maradjunk kapcsolatban. Hallgatlak, Alfa. John, a komputer a légszigetelők gyengülését jelzi. Mindegyik szigetelőjét? Igen. A ruhádé is gyengül. Carter, nézzen utána, mi is dolgozunk a megoldáson. Carter? Igen, uram? Mi a helyzet magánál? Mintha valami baj lenne a szigeteléssel, de nem hiszem, hogy komoly a baj. Talán nem komoly, de lefújjam az akciót. Álljon készen az indulásra. Igen, uram. Elena, visszamegyünk az űrsasra. De miért? Paul? Igen, uram. Térjenek vissza a hajóra. De uram, ez... Tegye, amit mondtam. Igen, uram. Rosszabb a helyzet, mint gondoltuk. A műanyag szigetelők olvadnak, a légkörfigyelők majd kiakadnak. Jól jönne egy másik űrsas. Nehéz ügy, nem fogadnék rá, hogy használható. Carter? Parancsnok! Füst tömlik a műszerfalból is! Minden műanyag szigetelőnk elolvadt! Kapcsoljon fedélzeti kamerára! Carter, tűnjön el onnan! Nem tudok kimenni, uram! Az egész rendszer tönkre ment! Carter! Már is megyünk, nyomás! Hol? Sandra, gyorsan! A lézere robbant fel. Vigyük ki innen. Nem lesz semmi baj, Paul. Meghalt. Jöjjön. Jöjjön. Semmi baj. Jöjjön. Ne aggódjon, Sandra. Nem látok semmit. Helena, maradjon vele! Meg fogunk halni! Alfa, jelentkezz! Itt König! Alfa holdbázis, Alfa, jelentkezz! John, a helyzet itt nagyon gyorsan rom. Különböző területekről jön a... El kell hagyni... Rengeteg műszaki probléma merült fel. John! John! Sírsa!
innen! Sandra! 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 Én próbáltalak lebeszélni róla, hogy ide gyere. Segíts nekem, kérlek, Lee. Hogy lehetséges ez az egész? Az Astro 7 küldetésre, emlékszel? Ott ragadtunk a Jupiter körüli pályán. A hőpajzsaink elégtek. Megfertőzött minket. A sugárzás egy ismeretlen fajtája, azt hiszem. Átalakított minket, és szétszórt a világűrben. Addig, míg az nem lettem, ami most vagyok, itt kötöttem ki, ezen a bolygón. De hát meghaltál. Nem. Senki sem hal meg, hiszen az anyag sem pusztulhat el soha, csak átalakul. A világűrben sok életforma létezik, így a halálnak is sok formája van. Én a külsőm és az idegszálaim vagyok. Önmagam ellentetje. Antianyag. Ha úgy tetszik. De a te világodban én nem élhetek. Te pedig nem élhetsz az enyémben. Ezért kell most elmenned innen, hiszen láttad, mi történhet itt, és ennél még sokkal rosszabb is lehet.
Most menj el. De hogyan? Én majd adok hozzá erőt. Lásd, amit látni szeretnél. Nem maradhatunk itt, John. Paul és Sandra az űrsasban várja a parancsát, uram. Készüljenek. Negyed óra a felszállásig. Előkészítettük az Exodus műveletet. Exodus művelet törölve. Parancsnok, tudja, hogy lefuttattunk egy megvalósíthatósági programot. Igen, mi van vele? Ez a mostani utazásunk úgy tűnik, hogy vagy 10 millió bolygó között vezet minket. Ami azt jelenti, hogy van közte 3600 földszerű bolygó. Statisztikailag. Vagyis minden alfán lévő embernek jut belőle 10. És mondja, milyen idős lesz, mire elérhetjük az első ilyen földi adottságokkal rendelkező bolygót? Nem túl idős, uram. Már a körülményekhez képest. Térjen a lényegre. Azt is kiszámította, hány éves lesz, mire az összes ilyen bolygót bejárta? 2343, uram, egészen pontosan. Gondoltam, nem árt, ha ezt tudja. Köszönöm, Kánon. Zámbori Soma, Sinkovics Vitai András, Szokol Péter, Németh Kriszta, Bácskai János, Beratil Gábor. Magyar szöveg Schulz Ádám, hangmérnök és vágó Hegyesi Ákos, gyártásvezető Szőke Szilvia, szinkronrendező Gál Erika. A magyar változat a Filmmúzeum megbízásából a Labor Film Szinkron Stúdióban készült. Produkciós vezető Legény Judit.